A testvérvárosi kapcsolat felvételét Jindřichův Hradec kezdeményezte, mert eddig nem volt szlovákiai testvérvárosuk. Dunaszerdahelynek sem volt cseh partnervárosa. Jindřichův Hradec a 9. testvérváros lesz. Az ünnepélyes eseményen a két város delegációja mellett részt vett Lívia Klausová, Csehország-Szlovákia nagykövete is, aki gyümölcsöző együttműködést kívánt. A partnervárosi szerződést Hájos Zoltán és Stanislav Mrvka polgármesterek írták alá. Našli jsme tady spoustu přátel za tu krátkou dobu. Našli jsme tady lidi, s kterými jsme si blízcí, jak názorově. Máme obdobné starosti, obdobné radosti, takže můžeme si předávat zkušenosti. Jeden z hlavních bodů, které chceme v současné době rozjet, je samozřejmě cestovní ruch. Základem dalšího rozvoje je školství. A já jsem velmi rád, že se podařilo hned při první návštěvě domluvit přímou spolupráci základních škol. Nem titkolt vágyunk az, hogy kultúra, sport és a turizmus területén szeretnénk kialakítani kapcsolatokat, és bízunk abban, hogy ez a testvérvárosi megállapodás indítója lesz ennek a együttműködésnek, és hát közelebb hozzuk az embereket, és barátokat tudnak találni egyik vagy másik városban. A csehországi település küldöttsége rövid városlátogatást is tett. Megtekintették a Szent György templomot, ellátogattak a Csallóközi Múzeumba és a Kortárs Magyar Galériába. Emellett felkeresték a tőkési vízimalmot és a Dunaszerdahelyi termálfürdőt is.